A római katolikus egyház liturgiájában fontos szerepe van Szűz Máriának. Hosszú századok óta imádkozzák ezt az egyszerű, mégis kimeríthetetlenül mély Krisztus szemlélésére irányuló imádságot, Mária áldott füzérét, mely Istenhez láncol minket. Az ócsai hívek idén különleges módot találtak arra, hogy kedveskedjenek a Szűz anyának. Megszületett az az ötlet, hogy itt a katolikus templomunkban a hívek közösségének készítsünk egy képet, amelyet lehet látni mögöttem a főoltár fölött. Megszületett ez a gondolat azért is, mert nagyon jól tudjuk, hogy az ember egy vizuális, a mai ember vizuális ember, és jobban megragadja, ha vizuálisan lát valamit. Ezzel a kegyképpel, amit a szentmise elején fogjuk megáldani, azt az üzenetet próbáljuk átadni az embereknek, hogy mennyire fontos a Szűz Mária, az ő segítsége és az ő üzenete, amely nagyon rövid, de nagyon tömör. Tegyetek meg mindent, amit a fiam mond. És Jézus Krisztusnak az üzenete, Jézus Krisztusnak az irgalmassága, a szeretete az, amit a mai világban nagyon sokszor hiányzik. A Szűz Mária által, az égi édesanyánk által próbálunk egy kicsit jobbá tenni a mai világot. Valérián atya felkérésére készített el Katona Zsombori Mária, az ócsai egyházközösség aktív tagja, a Szűz Máriát ábrázoló oltárképet. Fontos volt számára, hogy boldog anyaképet ábrázoljon a festményén, amelyet kezdetben egyszerűbb alkotásnak gondolt el. Ahogy telt az idő, rájöttem, hogy nem tudom megoldani technikailag. Szétfolyik a festék, stb. Ezeket én igazán nem tudtam volna megoldani, és akkor eszembe jutott, hogy akkor legyen egy vászonkép. El is kezdtem egy kisebbet, egy 1 méter x 70-est, fel is rajzoltam, és akkor szóltam Valérián atyának, hogy jöjjön el hozzám, nézze meg, hogy a műteremben ekkorát tudok festeni, mert kicsi a műteremem. És akkor rögtön rájöttünk, hogy ez nagyon kicsi ide, egy oltárképnek igazán nem megfelelő. És akkor megbeszéltük, hogy nincs ezzel semmi gond, megrendelünk egy nagy vásznat, na hát ez nem volt olyan egyszerű a megrendelés, hogy akkora legyen, ami ide az oltárhoz kell, viszont találtunk nagyon jó helyet, el is hozták nekünk, és akkor közben nekem végig azon járt az eszem, mikor már megvolt a gondolat, hogy milyen lesz az én Máriám. Én tudtam, hogy az én Máriám mosolyogni fog, és boldog Mária fog születni. Azon gondolkodtam, hogy ez technikailag, én egy kis emberke vagyok, hogy fogok egy ekkora nagy kép dolgozni, milyen megoldásokat találunk. Az én műtermem erre nem alkalmas, úgyhogy a plébános úr rögtön felajánlotta nekem, hogy a templomnak a dísztermébe ott hatalmas nagy tér van, úgyhogy ott festhetek. És akkor megérkezett a vászon, oda költöztem, és én magamnak másfél hónapot adtam a festéshez, és a másfél hónap helyett 12 nap alatt elkészült a kép, de úgy egész éve. Csak a száradásra kellett még egy picit várni. Az ünnepi szentmisét követően egy hangversennyel fejezték ki a hívek Szűz Máriához fűződő szeretetüket.